Sziasztok, Bálint vagyok, és ez itt a FEV. Megújultunk. Mármint ami a témákat illeti. De tarts velem, és tudj meg többet! Minden részben valami új dolgot megtanulni veletek, vagy megtanítani nektek. Ebben a részben például a falmászással fogunk foglalkozni. Ami nem áll hozzám mondjuk túl közel. De megpróbáljuk. És hogy miért ezt választottam? Az igazság az, hogy bármire néztem az interneten, tényleg így Facebook, Instagram, nagyon nagy népszerűségnek örvend, és az elmúlt időben azt veszem észre, hogy még nagyobbnak. Ebben egyébként normális bajnokságok és versenyek is vannak, és hát elég abszurd. Innom kell. És hát ugye elég abszurd tempót diktálva másznak meg egy falat. De azért az emberek többsége rekreációs sportként tekint erre az egészre. De ha már bementünk a válfaljaiba, akkor fontos megemlíteni, hogy van kötéllel biztosított mászás, meg kötél nélküli. Én a kötél nélkülit sokkal jobban szeretem, ugyanis az sokkal életszerűbb, ami szerintem tök király. Mondjuk én eddig csak ilyenben voltam. Ami még tök jó ebben a sportákban az az, hogy teljesen megfizethető A kategória, emellett nem kell hozzá semmi. És hát persze, hogy most merül le a kamerám. Szóval hol tartottam? Ja, hogy nem kell hozzá semmi. Jó, az nyilván nem teljesen igaz, mert azért nem árt, hogyha van zia, meg cipőt, de a cipőt azt mondjuk adnak meg. Azt a magnéziát is. De erről majd a következő részben. A mai világ elpunyadt társadalmának ez egy nagyon kedvező sportág lehet. Nagyon sokat ülünk, begörnyedünk, nem erősödik a hátizmunk, ami azért nagyon fontos abban, hogy a gerincünket egyenesen tartsuk. A mászás az nagyon pozitív irányba befolyásolja a belső hátizmok erősödését, ami meg nagyon király abból a szempontból, hogy egy biztos tartást ad neked, amit a jövőben meg fogsz majd köszönni magadnak. És ez nem csak a hátizmokat, hanem minden izomcsoportot megmozgat, és nagyon jó relatív erőt biztosít, ami egy nagyon jó alapja szinte minden sportágnak. Remélem, mi hamarabb te is kipróbálod, vagy hogyha már próbáltad, akkor most kedvet kaptál hozzá, tarts velem a következő részben, ahol én elmegyek Magyarország. Jaj, megcsipett egy szúnyog. Szóval, ahol elmegyek Magyarország egyik legnagyobb mászótermébe, és kipróbálok mindent, ahol megnézzük, hogy milyen akadályokat tudok leküzdeni, sorra veszük a mászás közben felmerülő kérdéseket, fogáshajtákat, nagyon sok minden. Remélem meghoztam a kedvedet és már várod a következő részt, addig is legyetek jók, iratkozzatok fel a csatornára, az én kis csatornámra is. Találkozunk legközelebb is, sziasztok!